egy Mazda 5-ösben ülünk, egy 8-as benzinesbe. Körülbelül egy két hete vásároltam. Ebből a típusból többet is megnéztünk. Mindenféleképpen japán autót szerettünk volna, és úgy, hogy családi autó legyen, 7 személyes, mert 3 gyerkőcünk van. Néztünk az országba több helyen is ilyen típusú, vagy ehhez hasonló autókat, viszont akkorák a távolságok, hogy ebből kifolyólag úgy döntöttünk, hogy Budapesten maradunk és nézzük meg itt lévő Mazda 5-ösöket. És akkor mentünk kereskedésekbe, néztünk magán embereknél lévő autókat, és hát körülbelül egy olyan 12 autót néztünk meg a két nap alatt, azért, hogy ezt az autót megvegyük. Azóta az autóval már egy olyan 3500 km gyorsan bele is tettem a két hét alatt, és én azt tapasztaltam, hogy úgy megy, ahogyan én szeretném meg, amit én elvárnék tőle. Egy Mazda 5-öst fogunk most átvizsgálni, 1.8-as benzines, 2006-os évjárat. Kérem a kollégáimat, hogy kezdjük el világítás ellenőrzéssel. Baloldali rendszámvilágítás nincs. Bal első helyzet nincs. Jobb oldali két ajtó fényezve. Jobb hátulja sérült. Jó. Hátsó futóművel igen korrodált. Jelentősen. Ha itt is megnézzük, akkor hengőkarról jön le így a réteg. És a korrózió miatt a lengőkarnak a szilentje az le van válva, mint külső belső részről, ez ad nyekergő hangot is, meg lehet a lengőkart ide-oda tologatni. A hővédők mozognak ugyancsak, fanyastabilizáltó pálcák lógnak, adnak kopogó hangot. És itt a katalizátor fölötti hővédő, az, amiről hiányzik a alumínium bevonat, és ez a hangszigetelő réteg, ami ugyan bírja a hőt valamilyen szintig, ez porlik szét és esik rá a forró katalizátorra. Jobb oldali lengés csillapítója folyik, benézünk oldalról, látszik az olajnyom. Van egy barátom, akivel közösen mentünk és néztük meg ezeket az autókat. Ő autószerelő műhelyt visz, és így azért kicsit könnyebb dolgom volt. És hát itt én is bőven tanultam. Lehetett látni azt, hogy a egyes típusoknál általában jobb bal hátulja volt az, ami törött volt az autónak. Sok esetben a festék teljesen meg volt folyva. Néztük a motorikus részét, a motorhangját, sok esetben azzal is probléma volt, és akkor végül is a budapesti autópiac volt az, ahol ezt a típust én megnéztem, és ki is próbáltuk. Nem is egy jelentkező volt rá, hanem több, és aztán lefoglalóztam ezt az autót. Kiderült, hogy Németországból hozták be, 165 ezer kilométer volt akkor benne, és úgy, hogy teljes szervizkönyvvel rendelkezett az autó. Így azért meg tudtuk nézni azt, hogy milyen javításai, problémái voltak az autónak. És hát ott nem lehetett azt látni vagy tapasztalni, hogy komolyabb probléma lett volna vele. Hűtője cserélve volt. Ez egy után gyártott hűtő. Itt a küszöbben látható elég erőteljes korrózió, és hát itt elő is látható a korrózió rendesen. Itt a hossznyúlványon. Jó, hát egy törött rohadt autóról beszélünk, mert hogy a hátulja össze-vissza volt törve, az biztos. Meg a jobb oldala végig, az aja szét van rohadva, és egyébként meg zabálja az olajat. Hogyha valaki vesz egy autót, érdemes elolvasni azt a típus hibáit. Aztán van egy ilyen honlap cím is, hogy az autóknak a típus hibája. És hogyha egy autóra azt írják, hogy egyébként vészesen rohad, meg zabálja az olajat, akkor ezt azért átgondolnám. Elég nehezen mozog a váltókar.
kuplung pedálja nehéz. Fent fog a kuplungja, ez biztos. Tamás, most az a dolgom, hogy elmondjam, hogy a szépség alatt mi rejtőzik. Ez az autó sok helyen össze volt törve. Most a mértéke az összetörésnek az nem olyan világvége. Tehát lehet parkolási, kisebb koccanás, stb. De hogyha mondhatom, akkor sorjába itt a jobb első ajtó, jobb hátsó ajtó. Ez a hátulja, valószínűleg ez is, illetve a bal hátulja volt sérült. Ez a felső véglámpa, ez nem dolgozik. Na most, amikor ennyire nem dolgozik, akkor azért meg kell nézni, hogy nem az átvezetővel van probléma. Bal oldalon egy első helyzetjelző lámpa az, ami nem világít, szintén egy izzócsere. Ez az autó, hogyha itt végignézel, okay. De főleg arra előre, aha. Végig van rohadva az egész küszöb. Ha ide felnézel, látod, igen. Ez teljesen ki van fordulva ez a szilent itt. Uh-huh. Mozog az egész híd tőle. Hátul. Ezt a két kis stabilizátor kart, ami itt van bent, ezt amikor a kollégáim mozgatták, ez lóg. Ez így nem jó. Uh-huh. Látod, innen hiányzik. Szerintem egy ilyen fémburkolat. Ha megnézzük itt ezt a féltengelyt, igen. Ez a vezető csapágya így mozog oldalra. Valószínűleg ezzel kell majd valamit kezdeni. A másik fő problémám az autóval az, hogy a szervizkönyve szerint nem egész 4000 kilométerre volt szervizelve. Ez egy vezetett szervizkönyv, vélhetőleg minden így van, amit ott leírtak. Az olajpálcát éppen hogy eléri az olaj. Ez körülbelül 2 liter olaj hiányzik belőle. Az azt jelenti, hogy 1000 kilométerenként egy fél liter olajat megeszik. Amikor utána olvasol ennek a típusnak a hibáira, uh-huh. akkor a karosszéria rohadás, illetve az olajfogyasztás az, ami ezekre jellemző. Hát ez mind a kettő megvan itt is. Tamás autójának állapota nem lóg ki a 2006 körül gyártott Mazdák átlagából, de ez ezúttal nem túl jó hír. Az állapot felmérés eredményei alapján még egyértelműbb. Vásárlás előtt meg kell ismerni a típust, a gyengeségeit és a jellemző hibák várható javítási költségét. Az ismert webshopok kínálatából válogattunk, hogy vázlatos képet kapjunk a cserére szoruló alkatrészek áráról. Egy kuplungszett 110.000 forintba kerül, 2 első lengés csillapító 60.000, az első kanyar stabilizátor szilentjei pedig mindössze 12.000 forintért kaphatók. A további rozsdás lengőkarok, illetve lógó szilentek szintén néhány 10.000 forintból cserélhetők, és mindehez 80-90.000 forint munkadíj társulhat. A mai epizódot megmutattuk egy profi karosszéria lakatosnak is. A felvételen látottak alapján alapos rozsdátlanítással és profi alvázvédelemmel tartaná féken a Mazda padlólemezén és a hoztartókon, illetve a bölcsön felfedezett korróziót. A kezelés alapos üregvédelemmel kiegészítve körülbelül 150-200.000 forintért megoldható, feltéve, hogy fél éven belül kapunk időpontot a megfelelő szakembernél. A motor olajfogyasztását is szemmel kell tartani, és ha tolerálhatatlanná válik, ki kell cseréltetni a dugattyúgyűrűket, illetve érdemes felújítani a hengerfejet, mert csak így szüntethető meg biztosan az 1.8-as és 2 literes MZR motorokra általánosan jellemző hiba. A motorjavítás önmagában 300-350.000 forintba fog kerülni, és ha Tamás minden problémát egyszerre szeretne megoldani frissen vásárolt autóján, akkor beslésünk szerint 800.000 forintot kell még okosan elköltenie. Azért az is egy árulkodó dolog lehet, hogy egy lakatos és fényező műhely rendszám keretét látjuk hátul. Jól látható itt a váltókaron, hogy ez külön él itt. Itt megnézed, akkor azt is lehet látni, hogy ez nem hézag. Itt gyakorlatilag összeér.